Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Gondolom egyetértenek velem, hogy itt a mezőföld szívében rendkívül fontos az agrárgazdaság, illetve minden olyan tevékenység, amely azt segíti, hogy mi jól érezzük magunkat. Hát én azt gondolom, hogy ehhez nagyon sokat tesznek hozzá a méhészek Fejér megyei egyesülete jelesül, hiszen talán önök is tapasztalják, hogy az ország egyik, illetve hát mondhatjuk, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb méhészeti szakvásárát és kiállítását rendezi meg az egyesület esztendőről esztendőre a VOK-ban, a Videoton Oktatási Központban. Emellett pedig most már találkozhatunk a méhészekkel a belvárosban is. Bízom benne, hogy ez sikeres rendezvény lesz. És hát van már nekünk Szent István mézlovangrendünk is, úgyhogy kerek a világ. Viszont valami új is történik esztendőről esztendőre. Most például az idei év februárjában tisztújító közgyűlés volt, 20 esztendő után leköszönt Nagy Gyula barátunk, és új elnököt választottak, a vendégem pedig az új elnök is, Norbert tisztette, köszöntelek, szervusz, örülök, hogy itt vagy. No, mielőtt az elnökségedről beszélünk, egy kicsit essék szó arról is, hogy ki miként választ magának hivatást, hiszen a méhészet az már réges-régen nem egy szabadidős tevékenység, aki komolyan csinálja, azt hivatásszerűen kell, hogy tegye. És nem is olyan régen erről beszélgettünk egyéb irányt Antal Istvánnal az apiterápiás ház kapcsán is, hogy hála Istennek azért vannak még most is olyan fiatalok, akik látnak jövőt a méhészetben. Nálad ez hogy kezdődött, hogy jött? Szoktam vele viccelni mindig, amikor ezt megkérdezik, hogy 33 éves vagyok, és 30 éve méhészkedek. Ez azért vicces, mert igazából a szüleim kezdték el, a nagyszüleimmel ezt az egészet, és ebbe születtem bele, gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy mióta járok, azóta a méheknél vagyok én is, és nyilván gyerekként ugye nem nagyon segítségemet vették, de már a kaptárak mögött szaladgáltunk, illetve a húgommal néha a kaptárak tetején is, aminek anyáik nagyon örültek, leginkább a méhek. És igazából azóta megfertőzött ez a szakma, nem is dolgoztam mást, főiskolát elvégeztem, igyekszem hasznosítani a méhészetben azt a tudást, amit ott megszereztem, de főiskola előtt és után is egyből tértem vissza a méhekhez. De ez egy nagyon fontos kultúra. Én azt gondolom, hogy akik azt hiszik, és biztosak benne, hogy csak a mézről van szó, korán sem így van, hiszen nagyon is jól látjuk, főleg ebben a felgyorsult világban, hogy most, amikor Amerikában azt vesszük hírét, hogy emberek porozzák be a növényi kultúrákat, akkor bizony belegondolhatunk, hogy mi mindent köszönhetünk a méheknek évezredek óta, ha úgy tetszik. Hogyan sikerült a szaktudásodat folyamatosan gyarapítani? A szüleim mellett, ahogy fejlődött az ő tudások is, igyekeztem kivenni én is a részemet ebben, és tanulni velük ugyanúgy a modern új dolgokat, mindig vittük bele a méhészetbe, a gépsoroktól kezdve a méheknek a kezelésén át, és igyekeztem ezt a tudást én is velük együtt gyarapítani. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokat kellett fejlődni a teljes méhészetnek, de mennyit változott, hiszen neked így a 30 éves visszatekintésre tapasztalatod van arról, hogy nagyon sokat változott a méhészet is. Rengeteget. Mi úgy voltunk vele, hogy mi kaptártípust is váltottunk időközben, mi másik fajta fekvőkaptárakkal kezdtünk, és akkor átmentünk a rakodótípusú kaptárakba, úgyhogy nálunk ez miatt is volt technikai fejlesztés, hiszen egy fekvő kaptárnál ugye általában kimpörgetünk a méheknél, de a rakodó kaptárnál már nem muszáj kimpörgetni, akkor már haza lehet vinni, és azt a gépesítést, azt folyamatosan igyekeztünk modernizálni, könnyíteni a saját munkánkat, a méhek kezelésén is könnyíteni ezáltal. Melyek voltak a legnagyobb nehézségek, hiszen nyilvánvaló, hogy itt most nem az egyesület életéről kérdezlek, hanem általában a méhészetben, hiszen az idők változásával nagyon sok környezeti problémával is meg kellett küzdenetek. Igen, az időjárásban nyilván nem tudunk beleszólni, szerencsére,
Úgyhogy az is egy nagy fejtörést okoz sajnos. Ehhez az újfajta éghajlati változásokhoz mi is nehezen szokunk hozzá, a méhek is nagyon nehezen szoknak hozzá, illetve a 2008-9 óta sajnos eléggé erősen süllyedőben van nem a szakma, hanem a maga a méhészet, ugyanis rengeteg újfajta vegyszer jelenik meg, vagy nem is egy vegyszer okozza a gondokat, hanem általában ahogy összeadódik a hatásuk sajnos, illetve tényleg az éghajlati változások is nehézséget adnak sajnos. Az ágazatot mennyiben sújtotta, hiszen mi viszonylag jó helyzetben voltunk évtizedekig, hogy a kínaiak kitalálták a műmézet. Itt most csúnyább szót is szoktam használni, de most ettől eltekintek. Igen, sajnos ránk is ugyanúgy hatással van, hiszen Európában most már nem kell a jó minőségű magyar mézünk, hanem megveszik azt a külföldi műmézet, és azzal keverik a saját mézüket. Ugye látszik a címkén is, hogy EU és nem EU mézek keveréke. Ebből most próbál Nagy István, nagyon ügyesen próbálnak változást elérni a címkézésen, ugye. Az már egy jó út lenne nekünk, illetve tényleg az a baj, hogy nem tudják kiszűrni az újfajta műmézeket a vizsgálatokon, és ezáltal mi eddig nem nagyon tudunk ellene föllépni, illetve nagyon nehezen. Tehát ez egy folyamat, nyilvánvaló, hogy még sokat kell tenni azért, hogy a hamisított mézek eltűnjenek a piacról, de ez közös érdeke, a román, a szerb, és azt hiszem, hogy valamennyi olyan országnak, ahol azért azt mondom, hogy hangsúlyos dolog a méhészet. Beszéljünk az Egyesületről, múltja van az Egyesületnek, ahogy a bevezetőmben elmondtam, 20 esztendő után leköszönt Nagy Gyula, illetve az elnökség, és átvettétek a hatalmat, ha úgy tetszik. Ez rendkívüli felelősség. A stafétabotot akkor inkább. Ez rendkívüli felelősség. Milyen gondolatokkal vetted át az elnöki posztot, hiszen már a felkéréskor azért tudtad, hogy ez egy komoly felelősségteljes feladat. Nagyon nehezen is vállaltam el ezt a posztot. Nagyon sokáig győzködtek róla a jelölőbizottság, hogy vállaljam el. Nem is lett volna más, nem magam mellett akarok beszélni, de nem lett volna más, úgymond, aki szívesen ezt elvállalta volna a Gyula bácsi helyett, hiszen olyan utat rakott le elénk Gyula, hogy feladta a leckét a követést illetően. Igyekszem az ő általa bejárt utat folytatni, és modernizálni egy kicsit, nyilván ugye a technika adta lehetőségekkel, mindezt adja a vásárnak a szervezésében is, illetve az Egyesületnek is a kezelésében, illetve az új vezetőségben is, hálaiknak elég sok a velem körülbelül egykorú fiatal vezető. Tehát egy karizmatikus csapat van körülötted. Igen, 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 és bízok benne, hogy amit ígértek, hogy végig segíteni fognak, azt be is tartják majd. Igyekszem jól koordinálni a csapatot. Nos, mielőtt a terveidről beszélnénk, ugye már szó esett arról is, hogy Közép-Európa legnagyobb méhészeti vásárát, szakkiállítását rendezi meg a Méhészek-Fejér megyei Egyesülete, és ott természetesen ott vannak a notabilitások. Jelesül ugye esztendőről esztendőre megszólítatik Bros Péter is, az OMME elnöke, most is így történt. Nézzünk meg egy bejátszást a vele készült beszélgetés után, pedig folytatjuk. Óriási gesztus értékű, tehát így emelném ki, hogy a hazai kormány figyelembe veszi azt, hogy méhek nélkül nincs élet, ma a méheket a méhész tartja életben, így méhészek nélkül nincs élet. A világ tendenciája az, hogy ma már vannak a világon olyan helyek, ahol a méhek nélküli mezőgazdaság sokkal drágább, mint a méhek védelmére fordított pénz. Az Egyesült Államok évente 3 milliárd dollárt fordít arra, illetve a gazdák fordítanak arra, hogy beporozzák termékeiket, oda vándoroljanak a méhek. Óriási gesztus érték a legutóbbi bejelentés, hogy személyjövedelemadó mentesek lettek. A méhészek jelenleg dolgozunk az iparűzési adó mentességen. 245 éve volt már egy ugyanilyen rendelkezés Magyarországon. Fontos, hogy az úgynevezett alacsony összegű támogatási keretből is egyre több pénz jut a méhészeknek.
Erről azt kell a tévénézőknek megtudni, hogy az Európai Unió lehetőséget ad, a nemzeti kormányok bizonyos keretek között támogassák a mezőgazdasági termelőket, és ez még a közösségi versenyt nem rúgja fel. Ebből kapnak a méhészek 1000 forintot méh családonként. Tegnapi napon járt le egyébként ennek az igénylése. Közel 11 ezer méhész igényelt, több mint 900 ezer méhcsaládra, tehát lehet érezni, hogy nagy az igény erre, de mivel Magyarország kétszer annyi, háromszor annyi mézet termel, mint amennyit elfogyaszt, exportorientált ország vagyunk, így nagyon fontos nekünk egy normális, furcsa szót mondok, sportszerű mézár, ami azt jelenti, hogy ma a mézpiac, ahol értékesítjük, kb. 20 ezer tonna exportmézünket sportszerűtlen, és nagyon fontos, hogy a magyar kormány a mezőgazdasági miniszterek tanácsülésén is, a legutóbbi két ülésen is kiállt a méhészek mellett, és olyan javaslatokat tett, hogy a bizottságot kötelezte a miniszterek tanácsa, a méhészek érdekében egy sportszerű, főleg az Ázsiából irányuló mézek ellenőrzésére tegyenek megfelelő intézkedéseket. Igen, ez régi probléma, ugyanakkor az, hogy a szaktárc, illetve a kormány próbál segítségére lenni a méztársadalomnak, az rendben van, viszont milyen uniós intézkedésekre lenne szükség ahhoz, hogy a hamisított kínai méz ne áramoljon be az európai piacokra, és ugye említette Amerikát is, ők nyilván jó úton járnak, viszont nem felejthetjük, hogy mindennek az alapja a méh. Ez abszolút így van, bárhogy termelhet bármilyen módszerrel a növénytermesztő, hogyha olyan növényt ültet, és abból szeretne megélni, ami méhes megporzást igényel, méhek nélkül egyszerűen képtelenség lesz ezt számára véghez vinni. Az Európai Unióban egyet kell tudni, nagyon-nagyon lassan halad a munka. 2004-ben csatlakozásunkkor demonstráltunk mi 6 héten keresztül magyar méhészek, többek közt azért, hogy a fogyasztó pontosan tudja az Európai Unióban, hogy milyen eredetű mézet fog megvásárolni. A jelenlegi szabályok ugyanis elfedik az eredetet, és most 16 év után lesz újra lehetőség arra, hogy ezt a rendeletet módosítsák. Kértük a szigorúbb önnyomon követését a méznek, ma, hogyha levámolják például az Ázsiából jövő mézeket valamelyik kikötőben, utána egyszerűen az Unióban eltűnik. Nyoma veszik, tudni kell, hogy a kínai mézeket olyan szűrőkön engedik át, mely mindent kiszed a mézből, így nem lehet nyomon követni, nem tudni, hol termelték. Ha ez a mézhez hozzáadnak természetes például magyar mézet, akkor azt hiszi a fogyasztó, hogy magyar eredet, mert a labor azt fogja ráírni, és éppen ezért kérjük az összes nagy európai mézimportőr anyagmérlegének az ellenőrzését, kérjük, hogy menjen ki az Európai Bizottság illetékes csapata, és Kínában is a legnagyobb 10 kínai méz exportőrnek az anyagmérlegét ellenőrizzék, azaz mennyi mézet exportáltak, és azt mennyi méhésztől, kiktől vették. Ez az alapja mindennek, és kérjük, hogy ami ma már kutatók rendelkezésére a legmodernebb méz minőségi vizsgálatok, ezeket használja, merje használni az Európai Unió. Rendkívül fontos kérdés, hogy egy ilyen találkozó, ami most már idestova a 32. mennyit segít abban, hogy a méhészek megosztják egymással az örömeiket, gondjaikat? Nagyon sokat segít, hiszen tudni, mindenki tudja az élet más területén is, hogyha bajaink vannak, és azt sikerül kibeszélni, az már könnyít rajtunk. Közeledik a szezon, ilyenkor nagyon izgatottak a méhészek, és valóban az ország legnagyobb méhész rendezvényei máron 32. alkalommal a székesfehérvári méhész találkozó, és ikkor nagyon sok fontos, friss információt kapnak a méhészek, nem véletlen vannak ennyien, és kíváncsiak arra, hogy mi történik a nagyvilágban, mi lesz a jövőjük. Most tehát Nagy István agrárminiszter segítségével elindult ez az intézkedéscsomag. Meddig jutottunk most, hiszen nagyon jól tetten érhető, amit mi is elkezdtünk beszélni róla, tehát a mézhamisítás és egy csomó minden, ami vonatkozik a jövőre. Sikerült-e lépni már egyet-kettőt? Nagy lépés. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb európai méztermelő országok is ez a kezdeményezés mellé álltak. Így bízunk benne, hogy hamar a végére tudunk érni, és nem húzódik évekig ez az egész. A végét egyelőre sajnos nem látjuk, de ha jól tudom, augusztus körül már napirendi ponton lesz ismét az ügy.
és bízok benne, hogy minél hamarabb sikerül elérni ezt a célt. Egyébként az év jól kezdődött, én azt gondolom, bizonyos értelemben, és nem csak a 32. méhész találkozókán. Milyen volt ez az év? Bár az időjárás, én azt gondolom, hogy most szeszélyes. Már mindig szeszélyes. Igen, ez hozzá kell szoknunk, hogy a március 15-i, most egy kicsit később lecsúszott ez a hóesés, de ez is mutatja, hogy tényleg ennyire szeszélyes az időjárás, hogy hirtelen nyár lesz majd megint, és bízunk benne, hogy nem ér össze például a repce és az akác, mind a tavaly ugye majdnem összeért a kettőnek a virágzása. Így nehéz rohannunk kell a méhészeknek a repcét elszedni, hogy ne menjen bele ugye az akácmézbe, mert akkor az elkezd majd bekristályosodni, onnantól pedig ugye nem tiszta akácként fogjuk tudni eladni, úgyhogy ez miatt is mondtam, hogy nehéz. Tegnap előtt Nagy István agrárminiszter és Bros Péter, akit láttunk itt, egy munkareggelit tartottak, a pandémia, a koronavírus járvány okozta, és a méhészeti járványt és ágazatot érintő problémák átbeszéléséről szólt. Az az intézkedés csomag, ami azóta napvilágra került, tehát itt gondolok itt elsősorban a méhcsalád átvizsgálás, méhcsalád bővítés, etetés, vándorlás, úgyis ebbe a körbe tartozik, azt hogy segíti ez az intézkedés csomag? Tehát kezdjük el a méhcsalád átvizsgálással. Az átvizsgálást ugye magunk méhészek is kezdjük, illetve hogyha kell, akkor az egészségügyi felelősök is ugye besegítenek, és egyelőre ugye most majd kijárási nem tilalom lesz, hanem ugye korlátozás, úgyhogy ezáltal a magukkal a méhekhez ki tudunk menni, hálaiknak ugye a mezőgazdaságot ez a rész nem érinti, úgyhogy ez nem lesz majd az etetést és a vándorlást megnehezíti. Nehezíti, mert több engedélyt kell majd kikérnünk, hiszen nehéz elérni így az állatorvosokat, majd ugye a papírok kitöltése véget, illetve rohanás lesz majd úgymond ugye ez az egészben, és kapkodás, meg nehéz. Tehát várható, hogy a méhészeti munkák korlátozódnak valamelyest? Valamelyest igen, ugye jobban átgondoljuk, hogy akkor vándoroljunk, hova vándoroljunk, mennyi családot vigyünk arra a helyre, úgyhogy ebből a szempontból azért nehezíti a helyzetünket, de bízok benne, hogyha esetleg bevezetnek valami kijárási tilalmat, mi akkor is ugye a méhekhez, az állatokhoz ki tudunk menni. Világos, hát az állategészségügyi igazolások azért rendelkezésre állnak. Persze. Itt nagyon fontos kérdés az eladhatóság. Ha a helyi piacok bezárnak, mihez kezd magával egy méhész, akinek az alapvetés nyilvánvaló, hogy a megtermelt méhész piacra kerüljön? A többségünk ugye még hordóban értékesít, de most már hálainak egyre többen tudnak maguknak piacot csinálni. A kézműves termelői piacokon, a városi piacon valaki webshopot üzemeltet, és ezáltal szállít ki például, úgyhogy egyre többen igyekszünk így eladni a mézünket. Jó magam is úgy vagyok, hogy a nagyja részét hordósan értékesítem, de egyre többet tudok üvegezve eladni hálainak. Úgyhogy úgy vettük észre, hogy a vevők jobban fordulnak a termelői méz felé. A bio felé például, ugye az öko dolgok felé ugye jobban fordulnak az emberek. Többet kérdezősködnek például most már, hogy melyik fajta méz mire jó. És ez olyan jó ez a nyitottság, hogy most már érdekli az embereket jobban maga a méz, és a fiatal korosztályt is, nem csak az időseket. Hát a piacok bezárása nyilván a piacozó méhészeket, azokat érzékenyen fogja, de ha esetleg úgy van, hogy házhoz szállítással meg tudjuk oldani továbbra is a kereskedelmünket, akkor igazából valamennyit visszacsökken, de bízok benne, hogy nem olyan mértékben. Igazából én ezt a beszélgetést úgy terveztem, hogy csupa szépről és jóról fogunk beszámolni, annál is inkább, mert hogy nagyon fontos a méhészeti ágazat itt a Mezőföldön, ahogy kezdtem is. Aztán, de hát a koronavírus járvány közbeszólt, de én abban bizakodom, hogy amint lecseng a méhez, illetve a méhészek is átvészelik ezt rendben, tisztességgel,
és hát én ehhez kívánok erőt, egészséget és türelmet sajnos. Azt nem mondhatom a méhészeknek, hogy maradjanak otthon, mert nyilván a vándorlást elő kell segíteni, és a méhekkel foglalkozni kell, viszont azt kívánom, hogy azért vigyázzatok egymásra, vigyázzatok a családotokra, a méhek pedig majd megteszik a dolgukat. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!